Első két vendégünk Keresztes László Lóránt, jó reggelt kívánok, és Tejmetsz Ádám, jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Szép, hogy nálunk kezdik a napjukat. De kezdjük akkor ezzel, ugye, mert most mi itt felvetettük Emiliával, hogy ez okoz-e bizonytalanságot vajon a választópolgárokban, amikor az, az ellenzék azt kérte, hogy minél többebb ezt megfigyelő és teljes körű megfigyelés legyen Magyarországon ezzel kapcsolatosan, ugye a választások napján. Ugye ilyenkor úgy működik a rendszer, azt azért azt is tegyük gyorsan hozzá, hogy a megfigyelők nem csak azon a napon koncentrálnak, vagy figyelnek, dolgoznak, hanem az előtte való napokban, illetve az azt követő napokban is jelentéseket készítenek. Kell ilyen teljes körű megfigyelés Magyarországra? Mi azt gondoljuk, hogy abba kell indulni, hogy mindent el fog követni a Fidesz, foggal, körömmel harcolni fog azért, hogy hatalomban maradjon, és ne legyenek illúzióink. Ugye tudjuk, hogy maga a választási rendszer is ahhoz lett optimalizálva, ami a Fidesznek a vélt hatalmi szándéka, de itt a választási csalásoknak egész tárházát láthattuk az elmúlt ciklusokban. Úgyhogy indokoltnak tartjuk a megfigyelést. Én figyeltem a felvezetőt, és én meg tudom erősíteni. Ha csalás történt volna, mármint hogyha most jogszerű megfogalmazásból indulunk ki, akkor annak valamilyen következménye csak lett volna, nem az elmúlt időszakban? Mi mindig minden eszközt bevetettünk annak érdekében, hogy a jogi utat bejárva ezeknek a végére járjunk. Sajnos nagyon kevés esetben lehetett ezt megállapítani, de amit szerkesztő úr is hangoztatott a bevezető beszélgetésben, bőven van még idő, lehet jelentkezni még választási megfigyelőnek. Én ezt javaslom akár önöknek is, bár gondolom azért önök elég elfoglaltak, de mindenképpen ezt javaslom mindenkinek, hogy segítsenek, aki érdekelt a kormányváltásban, hogy felkészült, tapasztalt és jó választási megfigyelőink legyenek, bőven van még időjelent. Én vasárnap itt leszek a választási műsorban, de Robi, egyébként pont ezt akartam éppen mondani, mert önök ugye nem feltétlenül tudják azt, de képzeljék el, az ATV, mint minden választáskor iszonyatosan nagy kapacitással, erővel készül a választási műsor, ami mindig nagyon nézett szokott lenni, és hát ugye dolgozunk, vagy hát Emilia biztos, hogy dolgozik benne. De másnap reggel meg te is dolgozol. Igen. Egyébként hogy zajlik ezeknek a különböző szavazóköri delegáltaknak a felkészítése, mert ugye több civil szervezet is foglalkozik ezzel. Én egy ilyen 30 ezeres számot hallottam, hogy a különböző szervezeteknél már ennyien vannak. Ezt hogy sikerül majd összehangolni? Tényleg mekkora probléma az, hogy a nagyobb településekre könnyebb szerezni embert, a kisebbekre nehezebb? Ugye azért kérdezzük ezt, mert nagyon sokan hangsúlyozzák, hogy ez a nyilvánosságban egy apró kérdés, de technikailag, logisztikailag ez egy nagyon fontos részlete a voksolásnak. Jó reggelt kívánok a kedves nézőknek. Hát való igaz, mi is készülünk a választások tisztaságának megőrzésére, és ennek alapvető feltétele az, hogy legalább két delegáltot tudjunk minden szavazó körbe eljuttasni, és őket megfelelően felkészíteni. Van egy civil szervezet, a 20K22, amelyik már több tízezer embert az én tudomásom szerint beregisztrált, többek között barátaim, ismerőseim is. Vannak olyanok, akik egyébként budapesti illetőségűek, de nagyon szívesen Somogy megyei kis településben is beülnek és részt vesznek. Ez egy áldozatos tevékenység, ne felejtsük el, reggel korán kezdődik, és a jegyzőkönyv megírásával késő esti órákban ér véget, de mindenkit arra buzdítok, hogy az idejéből, az életéből szálljon rá egy napot. Nagyon fontos az, hogy tényleg az eredmény legyen a jegyzőkönyve, ami a választói akaratot tükrözi, és hogyha már a választási csalásokról beszélünk, én nem zárnám ki ennek a lehetőségét, de a választási csalás az tulajdonképpen 2010 óta a média fölénye áll, a jogszabályok, az alkotmány megválasztása, a választott jogi törvény, és egyáltalán idefele jövet is, hallgatva a YouTube-ot, olyan fizetett reklámok jelennek meg és traktálják az embereket, ami már kimeríti szerint a választási csalás fogalmát, úgyhogy fel lesz adva a lecke, és fel kell kötni a nadrágunkat. De milyen YouTube videóra gondol, ami kimeríti már ön szerint a választási csalásnak a kategóriáját? Hát például Magyarország előre megy, nem hátra, meg ilyen bullshit. Ebben mi a választási csalás? Hát előre megy, csak rossz irányba az én véleményünk szerint, tehát aki mondjuk Somogy megyében eljár a apró településekre, az nem látja nyomát a fejlődésnek. Az más kérdés, hogy Mészáros Lőrinc és csapata mértéktelenül gazdálkodik és szerepel a statisztikába, de talán nem kéne, hogyha mondjuk az emberek nem szorulnának rá a szociális tűzifára ezrével, és mondjuk nem félnének a megfagyás veszélyétől, vagy akár mondjuk nem kéne a csirkeszárny véget
saját hatósági árassá tenni. Tehát ezek olyan látjeletek a társadalomban, hogy mert erre szükség van ezekre a juttatásokra. Mi azt szeretnénk elérni, hogy az embereknek valóban legyen olyan jövedelmük, amik lehetővé teszik azt, hogy piaci áron tudjanak adott esetben csirkefarátot vagy csirkeszárny véget is vásárolni. Tehát amikor azt mondom, hogy az emberek megtévesztése zajlik ebbe az országba, és most már ez egy évtizede, akkor ilyenekre is gondolok. Na, ha már itt fűtés is szóba került azokkal kapcsolatban, akik fával fűtenek, beszéljünk két másik témáról. Ugye az egyik a sport lesz, de a másik Paks 2 kérdése. Ön úgy fogalmazott itt a múlt héten az Egyenes beszédben, hogy amikor a Moszkvába látogatott Orbán Viktor, akkor fel kellett volna mondani ezt a Paks 2 szerződést, például azért, mert hogy az oroszok egyszerűen képtelenek olyan tervekkel előállni, ami a magyar engedélyeztetésnek megfelel, és ugye azt tudjuk, hogy ez már a magyar kormánytagok között, Palkovics László és Süli János között is komoly nézeteltéréshez vezetett. De ugye a mai napig nem tudjuk, hogy milyen retorziókkal mondhatnánk fel ezt a szerződést, vagy ön tudja, csak nem mondhatja el. Az a helyzet, hogy ezt senki nem tudja pontosan, csak azok a kormánytagok, akik beleláttak ezekbe a szerződésébe. Ugye voltak országgyűlési képviselők, akik részben ismerik a szerződéseket. De az egészen biztos, hogy ha elindul egy ilyen projekt, ami több ezer milliárdos, és ez már jól láthatóan 6 éves csúszásban van, akkor azért valaki feláll. Ugye az oroszok pályázat nélkül kapták meg Orbán Viktortól és a Fidesztől ezt a projektet, és jól láthatóan alkalmatlanok arra, hogy elkészítsék a megfelelő dokumentációt, tehát ami minőségében, tartalmában is alkalmas, és megfelel a hazai és az uniós elvárásoknak, műszaki paramétereknek. És itt ebben a helyzetben egyébként nekünk meggyőződés, hogy Orbán Viktor is pontosan tudja ezt, hogy az oroszok nem alkalmasak arra, hogy elkészítsenek egy megfelelő dokumentációt. És ebben a helyzetben én azt gondolom, hogy a magyar emberek érdekeinek az elárulása, amit láthattunk Moszkvában. Ugye néhány órás tárgyalás után Orbán Viktor erre a 6 éves csúszásban lévő projektre azt mondta, hogy ragyogó a halad. Na most ehhez képest, hogyha magyar érdekeket akarja érvényesíteni, és jól láthatóan az oroszok nem tudtak teljesíteni, akkor ott Moszkvában kellett volna jelenteni, hogy felmondja. Magyar érdekekre nézvést viszont azzal jött haza, hogy mivel van orosz gáz, van rezsicsökkentés. Ugye Putyin úgy fogalmazott, hogy 5-ször olcsóbban kapjuk tőlük a gázt, mintha piaci áron vennénk. Ez az 5-szörös, ez nem nagyon jön ki, de nyilvánvalóan olcsóbb az orosz gáz, meg a hosszú távú megállapodás. Ebben azért akkor igaza lehet Orbán Viktornak, hogy itt képviseli a magyar érdekeket? Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor nagyon sokszor bebizonyította már, hogy képes akár idegen érdekeket, nagyhatalmi érdekeket, akár orosz, akár kínai érdekeket képviselni, és most mi összességében ezt láttuk most is. Tehát itt egy sok ezer milliárdos projektről van szó, ami a Paks 2-t érinti, és jól láthatóan most megpróbál időt húzni a kormány. Tehát egyszerűen nem akarják április 3-a előtt elismerni, hogy az általuk elindított projekt az egy óriási tévút volt, már nagyon-nagyon sok kárt okozott a magyar embereknek. Ugyanakkor ezzel a tétovázással és ezzel, hogy nem ismerik el a választás előtt ezt a hatalmas hibát, ezzel mi attól tartunk, hogy további óriási gazdasági károkat okoznak. És ezért egyetértek képviselőtársammal. Tehát az a helyzet, hogy folyamatosan látjuk a kormányzati propagandát, a hazugság kampányokat. Látjuk azt, hogy nem mer kiállni Orbán Viktor az ellenzék közös miniszterelnök jelöltjével, és azt is láthatjuk, hogy a helyi fideszes jelöltek sem mernek kiállni vitára, hiszen egyszerűen a valóság próbájával nem tudnak mit kezdeni. Hát ha már szóba hozta ugye ezt a vitát, vagy most lesz, vagy nem lesz, ugye ezt még nem tudjuk, hogy ez megvalósul, vagy semmi, és pont van ezzel kapcsolatosan egy összefoglaló anyagunk, és akkor utána folytatjuk a beszélgetést. Hazudik, ezért fél vitázni. Ez a szöveg és a miniszterelnök arcképe két napja lepte el az országot. A Mindenki Magyarország a mozgalom nem csak 1300 plakáttal, de autókkal is igyekszik mindenkihez eljutatni az üzenetet. A kampány a miniszterelnök jelölti vita létrejöttét célozza meg. Közben Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is reagált erre vasárnap a Kossuth Rádióban. Szerinte idézem, a vita nagyon beakadt a baloldali miniszterelnök jelöltnek. A vitával kapcsolatos kérdéseinkkel kerestük az Egységben Magyarországért pártszövetséget. Sem a szervezet, sem Márki-Zay Péter nem kíván nyilatkozni. Az ellenzék miniszterelnök jelöltje korábban azt is elárulta, milyen kérdései lennének a regnáló kormányfőhöz. A korrupciós ügyekre természetesen nagyon szívesen rákérdeznénk Orbánnál. Hogy erre lesz a lehetőség, az még nyitott kérdés. A kormányfő decemberben kitérő választ adott. Minden kampánykérdéssel csak a kampány megkezdése után foglalkozom. Hát akkor erre még van pár napja a miniszterelnöknek, hogy ezt eldöntse. Hát öt.
ugye? Február 12-en. Hallottunk egy rádiós interjút Orbán Viktortól, és ott volt egy olyan egészen hajmeresztő mondata, miszerint szerinte Magyarországon gyakorlatilag nincs korrupció. Na most ehhez képest nem olyan régen, ugye december 7-én tudtuk meg az ügyészség leíratából, hogy egy olyan elképesztő, brutális korrupciós ügy alakult ki Magyarországon az elmúlt években, ami gyakorlatilag átszövi a teljes kormányzatot. Tehát pont akkor, amikor talán most már mindenki számára, aki még kételkedett ebben, világossá vált, hogy alapvetően rohad a korrupciótól a Fidesznek a rendszere, Orbán Viktor képes egy ekkor hazugságot a rádióban megfogalmazni, miszerint ne lenne Magyarországon korrupció. Na ezért is van szükség vitára, hogy a miniszterelnök jelölt ezekkel a hazug kijelentéseket tudja szembesíteni Orbán Viktort. De egyébként Lázár János is azt mondta, hogy ő se akar vitázni Márki-Zay Péterrel, ugye őt is kihívta. Ez egy tendencia lesz? Tehát úgy tűnik, hogy nem lesznek mondjuk jelölt és jelölt között sem viták, vagy azért itt van mozgástér vajon? Szerintem egy normális demokráciához hozzátartozik, hogy a véleményeket ütköztessük, akár miniszterelnök jelölti szinten, akár országgyűlési képviselő jelölti szinten. Én azt mondom, hogy várjuk meg, hogy ugye február 12-én kezdődik a hivatalos kampány, akkor kell a jelölteknek összeszedni az 500 érvényes választópolgári ajánlást, utána kerülnek regisztrációba, és akkor nyilván már egy hivatalos jelöltek tudnak csak a hivatalos jelöltekkel vitázni és megmérkőzni. Én ezt szerintem egy nagyon jó dolognak tartom, és várják is szerintem az emberek. Nagyon sok a bizonytalan, aki még nem döntött, hogy hová fog húzni. Például egy ilyen vita segíthet egyrészt talán a választási részvételt, a választási hajlandóságot is fokozni. Igen, hát majd eldől, hogy lesz-e vagy sem. Menjünk tovább, van még, ugye Emiliával említettük még a pultnál a beköszönésnél, hogy ugye a sport területre Magyarországon mennyi pénz fordul meg, vagy mennyi pénz áramlik. Mondjuk egyébként kimondva tényleg bődületesen sok. 3566 millió. Igen, de 10 év alatt, tehát hogy az a statisztika, vagy megállapítás, hogy 10 év alatt 3566 milliárd forint áramlott a sportba. Ebben emlékeim szerint benne vannak a TAO pénzek is, nem kicsi, ugye több mint 1000 milliárd forintról van szó. Önmagában ez a szám kifogásolható? Van ezzel valamilyen probléma? Ez tény is való, hogy talán a sporttársadalom, azon belül is a kiemelt sportág és a TAO-val támogatott sportágak különösen kegyeltjei az elmúlt több mint 10 évnek, illetőleg az itt versenyző több százezer család. Ugye azért azt meg kell említeni, és én mindig vagyok, szerintem kell annyi nagy vonalnak lennünk, hogy a sportinfrastruktúra megújítása is itt szerepel a háttérben, itt elég leromlott állapotú sportinfrastruktúrált rendelkezésre, ez többnyire megújult, és nem is lehetett ezt elódázni. A másik pedig az, hogy valóban nagyon sok családnak a válláról levesz terhet a gyermekeiknek, ugye egy szép számmal utánpótlás versenyzőkről beszélünk, például a TAO az egyértelműen elsősorban az utánpótlás nevelésre, képzésre ad támogatást az egyesületeknek, tehát az ő felkészítésüket, képzésüket, versenyeztetésüket könnyíti meg. Tényleg egy hatalmas nagy szám, amit szerkesztő úr is említett. Egyébként most is számításaink szerint olyan 435 milliárd forint központi költségvetési forrás áramlik a sportba. Ennek olyan 90 milliárd forint átlagban az éves szinten a TAO, bár ez csökkenésnek indult, ahogy látjuk, és jelentős forrásokból gazdálkodik a sport. Egy nagyon speciális helyzetben van, mert nyilván olimpikonként nem mondhatja, és nem is akarja azt mondani, hogy kevesebbet költsünk a sportra, viszont úgy fogalmazott a HVG-nek, hogy ha a rablás faktort kivesszük a magyar sportból, akkor kevesebb pénzből is sikeresebbek lehetünk. Ez mit jelent pontosan? Igen, szóval, igen, és akkor most eljutunk oda, a de, mindig ugye az ördög a részletekben zajlik, hogy vannak eredmények, és vannak sportszakmai eredmények, amik viszont nem biztos, hogy megfelelőek. Látjuk mondjuk a közelmúltiban a kézilabda, ami abszolút várakozáson alul teljesített, egy hazai rendezésű világversenyen, ahol 8-ba kellett volna kerülnünk, a szakma elvárása szerint csupán 15. helyen végeztünk, miközben 200 milliárd forint áramlott be, csak TAO formájában a sportágban, és sajnos a női szakágy is meglehetősen rosszul szerepelt a 10. helye világbajnoki szereplésével, úgyhogy nem lehet ezek mellett elmenni szó nélkül. Amellett, hogy ennyi rengeteg külföldi játszik kézilabdában és az NB1-ben, labdarúgásban,
sajnos kosárlabdában is, hol vannak a magyar tehetségek, a magyar fiatalok, az a magyar adófizetők igazából külföldi sportolók versenyzését támogatják így vagy úgy, ezt nem szabad engedni, és ezért is mi az ellenzéken belül egy szerethető és széles körbe támogatható, egyébként a rendszeresen nem sportoló emberek által is támogatható sportkoncepciót teszünk le, ajánlunk a figyelmükbe, és ez elvileg a hó közepére várható már egy ellenzéki közös anyag, aminek egy szerves részét fogja képezni. Köszönjük. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. Köszönöm. Én is a lehetőséget.